fiaim lehetnének, és viszik tovább ezt a hagyományt. És ezért valami remény még maradt is. Igen, mert az is a sokáig. Képzeltük magunkat a zene szép rétjén. Én például azt hittem, hogy az vagyok és tartjuk, és hogy bársanyag sok a szírvány, főleg ez. De amikor feltűnt az első kecska rétjén, megértem így jön, és leharapja a fejemet. Gyorsan tüskéket kezdtem beveszteni mindenhol. Azt hittem megúszom, de akkor megjelentek az emberek a kaszával, és rájöttem, nincs menetén. Mégis szerencsés volt, értem jött egy lány, az amit tartott egy cserébe. Azóta minden nap öntöznek, főleg a kutyák, de nincs senki, aki cserélni alattam a földet. Csak egy vén marha vagyok egy maroknyi földben. Oh,